A 6. Kriptogám konferencia kiemelt eseménye volt professzor dr. Habil Pócs Tamás, az MTA rendes tagjának, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem növénytani és növényélettani tanszék professzor emeritusának 90. születésnapi köszöntője, melynek a Líceum kápolnája adott otthont. A köszöntésen elhangzott, a botanikus 1933-ban született és 62 éve az Egri Egyetem munkatársa. 555 publikációja jelent meg, főleg angol nyelven, illetve több országban is tartott előadásokat. Az ünnepi köszöntésen a professzor átvehette a Gelei József életműdíjat, melyet a Magyar Biológiai Társaság alapított. Az ünnepélyes eseményen beszédet mondott az egyetem rektora is, aki elmondta, dr. Pócs Tamás fáradhatatlan munka iránti lelkesedése példaértékű. Nagyon szeretem ezt a munkát, és szerintem ez tart engem életben. Nagyon szeretek, most is 3 cikken dolgozom, és nagyon örülök, hogy nemzetközileg is elfogadják a dolgaimat. Én ugyan már legmodernebb módszerekkel nem tudok dolgozni, mert most már molekuláris biológiai módszerekkel dolgoznak, ehhez nagy labor felkészültség és sok személyzet kell, de azért a magam területén most is elismernek, és nagyon sokat dolgozom. Hozzátette, jelenleg Peru és Vietnám mohairól készülnek cikkei. A köszöntések után dr. Pócs Tamás előadást tartott egyik kedvenc témájáról, mely végén köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették munkáját élete során. Az előadást követően a nézők soraiból is sokan köszöntötték a szakembert.